Üdvözlök mindenkit! nekrokrim vagyok, gyerekek! Jön egy kis újabb videó. Mondhatni, hogy a harmadik része annak a kis sorozatnak, ahol az első részben <laughs> kezdtem el arról beszélni, hogy helye van-e a politikának a videojátékokban, és hogyha netán úgy gondolnánk, hogy nem, akkor ennek ellenére milyen szinten részt vesz a politika a videójátékokban. Lehet, hogy ez Magyarországra nem igaz, jelen pillanatban inkább a külföldön felelhető e, eseményekre igaz ez, de ki tudja, hogy mikor jönnek rá Magyarországon is a politikusok, ugyebár, hogy a jövő feltörekvő generáció játszik, nem keveset játszik, és egyre többen játszanak, ezért a szavazóbázis nagy része előbb-utóbb lehet eltolódik oda, de nem erről szeretnék itt most beszélni, és ugye a második videó arról beszéltem, hogyha valami nem stimmel a gamer világban, mondjuk, hogyha észreveszünk ilyeneket, hogy a politika, aminek nem kéne helye legyen a játékban, például, ugye nekünk mondjuk, mint videósoknak, vagy gamereknek, fel kell -e szólalnunk ez ellen, vagy éppen ezért az ügyért, és fel kell -e hívnunk a figyelmet az anomáliákra, amelyek benne vannak a, gamer, a szeretett gamer világunkban. Linkeket meghagyom ezen videókhoz, ennek a videónak a leírásába, továbbá linket meghagyok ahhoz a tanulmányhoz, Amiről ebben a videóban szeretnék beszélni, mert már egy jó ideje szeretnék beszélni erről a témáról, de viszont tanulmány hiányába nem szeretnék csak úgy a levegőbe beszélni róla, hiszen mindig is ott voltak ezek a problémák, mondhatni így. Viszont most, hogy nagyon okos emberek, nagyon jó nevű egyetemekről erről készítettek egy összefoglaló tanulmányt, így aztán mondhatom azt, hogy Valamilyen szinten nem a levegőben beszélek. Természetesen ugyanakkor ez ö, meglehetősen összekeverve lesz a saját ö, meglátásommal is. Szóval, kedves gyerekek, a mostani videóban a Social Justice Warrior mentalitásról fogunk beszélni. Igen, engem, <laughs> bocsánat, engem nagyon kiakaszt ez a téma, mert hogy beette a fene beették magukat egy olyan világba, amit én szeretek, és emiatt egyre inkább hajlamos vagyok elfordulni tőle. De most mire gondolok itt is? Még egyszer, mint mondtam, a tanulmányhoz a leírást, aki szeretné elolvasni a teljeset, akkor meghagyom a videónak a leírásában a linket, hozzá. Szóval a Social Justice Warrior mentalitásáról fogunk beszélni, és hogy lefordítsuk ezt nagyon egyszerűre, biztosan volt már olyan ismerősötök nektek is, aki tudjátok, akármit mondtál neki, nem volt jó, mindenen megsértődött, és évekig, na jó, na napokig, hetekig képes volt játszani az áldozatot, hogy ő mennyire megsértődött, és hogy ö, ellene fordult a világ, és bármit mondtál, bármit tettél, az nem volt jó, mert te voltál a rossz. Ha viszont egyet értettél vele, akkor ugye megerősítetted benne ezt a, ezt a igen, igen, én, én, vagyok a legjobb, és engem megsértettek, és hogyha egyet értettél vele, akkor csak még jobban felerősítetted ezt a, ezt a problémát. Biztosan mindenkinek volt ilyen ismerőse. Na most a, a probléma ezzel az, hogy ez már kitört ilyen világméretűvé. Tehát a Social Justice Warrior mozgalomok, mozgalmak, illetve a, a MeToo mozgalmak, mondhatni így, igen, nagy hatással voltak a nyugati kultúrára, fogalmazzuk így, de biztosan Magyarországon is találnánk erre példát, csak az igazság az, hogy nem követem a magyar médiát ebből a szempontból, úgyhogy ti azok, akik megmondjátok, hogy esetleg mi erre a példa. Szóval ebben a nyugati kultúrában, és igen, igen, beette magát a gamer kultúrába is. Erre a az egyik legátütőbb példa a Last 2 volt. Ugye a Last of Us egyet mindenki imádta, tökéletes történet, szereplők, felépítés, sztori, minden. A Last 2-re meg új nagy csalódás lett, mert hogy az embereknek nem tetszett a befejezés, ugye nem tetszett az, hogy mit műveltek a karakterrel, és erre mi volt a játékkészítőknek a védekező mechanizmusa, az az volt, hogy biztosan valami fóbiád van, és veled van a baj, mert hogy neked nem tetszik a játékunk. Ha mondhatnék egy nagyon aktuális ilyen filmsorozat példát is, és akkor ez a, ez a Batwoman lenne, ugye csináltak ebből a sorozatot, jesszus Mária, Batgirl, Batwoman, Batgirl anyja. Uh, ja, ből csináltak egy sorozatot, elképesztően alacsony nézettségi számmal, és az emberek lehúzták a sárga földig, és mi volt rá a kritika? Ja, mert fehér férfiak nézték, és persze, hogy az szar, mivel hogy Batgirl-t leszbikusnak állították be, és az emberek fóbiásak, és azért nem nézték ezt a sorozatot, és azért tartják szarnak, mert mert hogy... Um uh, Batwoman leszbikus, és az nem tetszik senkinek. Közben valóban szar volt a sorozat, se karakter felépítése, se történet, ez tehetségtelen színészekkel megáldva, szóval sajnos érthető okokból lett szar, és húzták le az emberek ezt a sorozatot. Na, de ezt már jó, felvezettem, hogy biztosan volt valakinek egy ilyen ismerős. Na most erről készült egy aféle tanulmány is, hogy, hogy miért viselkednek úgy, hogy viselkednek ezek az emberek de mint mondtam, tanulmány a videó leírásában. Amit viszont el szeretnék mondani, hogy miből áll össze, így ki elemeztem a tanulmány, hogy miből áll össze egy ilyen nagyon furcsa ember, nevezzük így. Szóval honnan ismered fel őket, és akkor lehet írni a komment szekcióba, hogy a magyar média közösségben, vagy gamer közösségben hol találtuk ilyet. Az egyik az, hogy ezek az emberek elismerésre vágynak. Mindenki vágyik elismerése, természetesen, de ebben a kontextusban arról beszélünk az, hogy ez az ember, embert valaki megsértette, vagy ő megsértődött valamin, és erre a sértődésre, ahogy ő kinyilatkoztatja, elismerésre vágyik, visszaigazolásra vágyik arra, hogy őt igen, megsértették, és igen, neki igaza van abban, hogy ő meg van sértődve. Morális elitizmus, lehet még egy ilyen felismerési egye, az pedig egy olyasmit takar, hogy hogy mindenki másnak a véleménye nem számít, és csak az övé az igaz, és ő a tiszta, és az ő gondolatai a legjobbak, és bárki, bárki bármit mond, az közel, meg se közelíti azt, amit ő állít jónak. Az empátia hiánya pedig arra tükröz, hogy a saját problémájával sokkal jobban el van foglalva, mint hogy megértse másnak is a nézőpontját, esetleg a problémáját. És van itt még egy olyan, amit úgy fordítanék le, hogy, hogy túlgondolás. Tehát, hogy azon az adott problémán folyamatosan pörgeti az agyát, de nem azon pörgeti az agyát, hogy hogyan oldja meg a problémát. Azon pörgeti az agyát, hogy miért vele történik meg ez, és miért van ellene fordulva az egész világ, és hogy ez mind szar. Tehát nem megoldani készül a problémát, hanem hanem inkább rágja, és folyamatosan végigre, és egyre-egyre dühösebb lesz. Ha ezeket a problémákat aznél az adott illetőnél elismerjük, csak fokozzuk ugye bár a bajt, hogyha megtagadjuk, akkor pedig mi vagyunk a szemétládák, és nekünk mindenféle bajunk van. Na most ez valamilyen szinten mindannyiunkra igaz. Ugye? Mindannyian vágyunk elismerésre, mindannyian megsértődünk, mindannyian jónak gondoljuk a gondolatainkat. Ilyen az élet. Az élet... Közbeszól a kommunikációs csatornánkon, vannak problémák. Valaki közbeszól, amikor mi beszélünk, valaki elkésik a találkozónkról. A lényeg az, hogy ezeken a legtöbb ember túlteszi magát, de nem az eféle személyek. Na most, hogy ezt mind felvázoltam, és mire akartam ezzel kiukadni? Én azt veszem észre, hogy ebben a, az új világ úgy hangzak, mint valami őskövület. Szóval ebben a modern világban, ahol vagyunk, ahol már, mondhatni, hogy felhozok egy példát, ahol már Franciaországban a szülőket nem anyának és apának nevezik, hanem szülő egy és szülő kettőnek. Értitek? Nehogy már megsértődjön valaki azért, mert hogy ki az anyád, és a te, és neked két anyukád van. Jaj, de meglepő. Hú, nehogy valaki ezen megsértődjön, hogy két apád van, vagy két anyád van. Most már szülő egy és kettőnek kell hívni. Azok az a szerencsétlen Nekem. Na most, ja, amikor már egy ilyen világban élünk, ahol olyan érzésem van mondhatni így, és ez egyre jobban betör a gamer világba is, tehát ezért is szeretnék beszélni róla, mert hogy mind a politikai nézetek, ami, és mind a social justice warrior nézete, egy jobban betör a gamer világba. Miért gondolom ezt? Feltülekvő generációk vagyunk, újabbnál újabb tehetségeket köp ki magából a világ, amelyek végigfutnak egy pályán, és mik lesznek? Tegyük fel, játékújságírók lesznek, vagy politikusok lesznek. És amikor például a, úgy mutatnak be egy PS5-öt, mert erre is volt például a Kotakunál, ami pár évvel ezelőtt egy megbízható gamer uh, újság volt, mostanra már átfordult egy olyanba, hogy amikor a PS5-öt mutatták be, a PS5-öt mutatták be, arról beszéltek egy ilyen 250-500 szóban, hogy mi a, mi a jelenlegi politikai helyzet ö, Amerikában, és hogy az miért rossz. Egy PS5 bemutatóban. Oké? Okay. És amikor egy ilyes befolyás kerül be a gamer világba, én személy szerint azzal nem értek egyet, viszont hogyha már itt van, akkor felhívom rá a figyelmet, hogy ne hallgassunk rá. Mert hogy ezen gondolatok mögött azért rengeteg veszély van, és azon generációk, amik felnőnek, ezek gondolatok befolyására fognak ítélkezni és cselekedni. És ezért nagyon fontos, hogy a média legyen akármilyen szekciója, és most itt mondjuk kifejezetten a gamer médiáról beszéljünk, hogy ne arról beszéljen, hogy mi a politikai helyzet jelen pillanatban mondjuk Magyarországon, hanem mutassa be azt az adott játékot úgy és ahogy illik. Nem beszéljen arról, hogy egy játékban két nő vagy két férfi szeretkezik, mert annak nem túl sok keze van róla. Beszéljen karakterfelépítésről és történetről. Hogy őszinte legyek, de lehet, hogy csak én így gondolom, hogy a 21. században senki le se szarja, hogy mifelé vonzódsz. Azzal csinálod, és azzal vagy, akivel akarsz, kurvára leszarják. Főleg a legfiatalabb generációk. <laughs> Tehát, kurvára nem számít már, de mégis hangoztatni kell. És itt így 11 perc környékén hashtag macska bugyja, aki eljutott eddig, szeretném megfordítani a perspektívát egy kicsit. Amikor valamiből túl sok van a világon, akkor szélsőségek alakulnak ki. Ha valamiféle elnyomás érzékel az emberiség, akkor szélsőségek alakulnak ki. És itt már a saját gondolataim is egy kicsit közbeavatkoznak. Oké, tehát itt tanulmány elfelejtve, és erre talán az egyik legjobb példa a történelmünk egyik legdurvább időszaka, ugye a második világháború, amikor egy Hitler nevezetű tag, vagy éppen a kommunizmus, amikor egy Stalin nevezetű tag hatalomra tört, és hát mindenki nagyjából tudja, hogy akkoriban mi volt. Én úgy tudnám nevezni ezt a két korszakot a történelemben, mint egy szélsőség. Az emberek akartak valamit, és szerettek volna elérni valamit, és ezen két ember mondjuk a hatalomra törésével jutottak el, jutott el oda a világ, hogy kitört egy háború. És a szélsőség, a túlzott szélsőség, így, így mondom, nem feltétlenül jó, mert ilyesmik alakulnak ki belőle. De viszont felteszem a kérdést, van-e valami baj, amitől eféle szélsőségek, mint egy social justice warjorság, utat nyer most már ugye az internet világában. Hol van a határ, mi lehet a probléma? Hogy, hogy egyre nagyobb teret és utat nyer. Minden szélsőségnek van valamiféle célja, valamiféle üzenetet akar um, eljutatni, és lehet, hogy jelen pillanatban nem látjuk ezt az üzenetet. És ezért is kérdezem, hogy hogy mi lehet a célja ennek az egésznek, mitől alakult ki um, ezek a mozgalmak, mondhat, mondhatni így. Mert Előbb-utóbb, ha bekövetkezik a katasztrófa, ha már elegen állnak az ügy mellé, hogy így mondjam, akkor döbben rá a többség, hogy mi hiányzott, vagy hogy milyen irányba kellene menni. Szóval megvan a, szé megvan a haszna ennek a szélsőségnek? Van-e valami baj ebben a világban, ebből a szempontból, hogy egyre nagyobb teret és hangot nyer az e fajta viselkedés? És mi lehet az? a probléma? Ezekre a kérdésekre válom a választ. Um, ja, nagyon köszönöm a figyelmet, tetszett a videó, iratkozz fel, és nyomd rá csengő jelecskére. Ja, akkor kapsz értesítést a videókról. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok! hogy